Civil szervezetek, figyelem! A miniszterelnökség a Városi Civil Alap keretében újabb pályázatot írt ki. Most a kisvárosokban, vagyis az 5000 fő feletti településeken lévő civil szervezetek működésének megsegítésére. Csötönyi László, a Báta Székért Non-Profit Kft. Ügyvezetője úgy nyilatkozott, ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Az elmúlt esztendőkben mindig azzal bajlódtunk, hogy az 5000 fő fölötti települések pályázási lehetősége az viszonylag kicsi volt. Ugye a Magyar Falu Program keretein belül a környező települések sok mindenre pályázhattak. Most viszont jött egy nagyszerű lehetőség, amelyről azt gondolom, hogy vétek lenne kihagyni, hiszen az 5000 fős vagy az 5000 fő feletti településeken működő civil szervezetek pályázhatnak különböző dolgokra. Most április 21-től május 20 egyedikéig. Öt kategóriája van a pályázatnak, az egyik az ingatlan beruházás és felújítási támogatás, a másik gépjármű beszerzés támogatása. Itt el kell mondanom, hogy nem csak új gépjármű beszerzésére pályázhatnak a civil szervezetek, hanem akár használt gépjárműre is. Vannak különböző feltételek, hogy 10 évnél öregebb nem lehet az a gépjármű, de nyilvánvalóan leírják egyébként részletesen a pályázatban. Eszközbeszerzési támogatásra is lehet pályázni, programszervezési támogatásra, és amit én nagyon fontosnak tartok, akár a bátaszéki vagy a tolnamegyei civil szervezetek életében, hogy most lehet kommunikációs tevékenységek támogatására is pályázni. Tehát amelyik egyesületnek, civil szervezetnek nem nyílt lehetősége az elmúlt esztendőkben arra, hogy forgasson vagy készítessen egy jó kis filmet, vagy valamilyen promóciós anyagot magáról, ezt most megteheti, hiszen összesen 15 millió forintra lehet pályázni, hangsúlyozom, egyesületenként. És ami még nagyon fontos egyébként, hogy önerőt nem kell biztosítani hozzá, tehát ez is azt gondolom egy nagyon fontos szempont, és a kommunikációs tevékenység fejlesztése, vagy akár mondjuk egy szervezet arculatának a kialakítása, tudjuk, hogy mennyire fontos a 21. században, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lehet ezt kipróbálni. A teljes pályázati keretösszeg 4 milliárd 400 millió forint, a pályázatokat pedig a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül lehet feltölteni. Hogyha NIR regisztrációval a pályázó egyesület rendelkezik, akkor nem szükséges újra regisztrálni, viszont hogyha időközben a szervezetnek valamelyik adata megváltozott, akkor az szükséges mindenféleképpen aktualizálni. Magyarországon bejegyzett civil szervezet adatait egyébként, ezt is elmondom, az Országos Bírósági Hivatal honlapján a civil szervezetek névjegyzékével szükséges egyeztetni. Tehát bizonyos alapdokumentumokat be kell nyújtani, de a NIR felületen pályázni azt gondolom, hogy nem olyan nehéz. Tehát egy valamire való élelmes vagy tűzről pattant egyesületvezető vagy egyesületi tag és titkár is meg tudja csinálni ezt a pályázatot körülbelül mondjuk egy nap leforgása alatt. És még egyszer tehát fontos hangsúlyozni, hogy ingatlan beruházásra vagy felújításra összesen vagy maximum 8 millió forintra lehet pályázni, gépjármű beszerzési támogatásra 5 millió forint értékben, eszközbeszerzési támogatásra 4 millió forintra, programszervezési támogatásra 8 millió forintra, és ahogy már említettem, a civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatására 15 millió forintra lehet pályázni. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen kiírás keretében, és csak egy kategóriában igényelhet támogatást. Az összes olyan civil szervezet, amelyik Bátaszéken bejegyzett székhellyel rendelkezik, tehát Bátaszéken működik, pályázhat, erre van lehetősége. Ezért is annyira fontos egyébként erre fölhívni a figyelmet. Bátaszéken több mint 20 ilyen civil szervezet van. A felhívást a Városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása címmel keressék az érdeklődők a www.bgazrt.hu oldalon. A pályázatok beadási határideje május 21-e, 12:00 perc.